Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm itt 60-ban a Grassalkovics kastélyban a sajtóképviselőit, mai sajtótájékoztatónkon. Külön tisztelettel köszöntöm Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes urat, aki a mai napon megtisztelt bennünket. Ha röviden föltesszük a kérdést, hogy mi a fontos nekünk április 3-án, arra egy rövid választ is lehet adni, és lehet hosszabban beszélni. Azonban, ha belegondolunk, a jövőnk a tét. Az a tét, hogy hogyan tudjuk a következő időszakban Magyarország elejtereményeit megvédeni, megtartani, hogyan tudunk előre menni, hogyan tudunk építeni, és hogyan tudunk alkotni. Mert az elmúlt 10 év, több mint 10 év, az immáron az alkotásról szólt. Mi azt szeretnénk, hogy akár az egészségügyben, családpolitikában, akár a gazdaságfejlesztésben, munkahelyteremtésben az elmúlt időszak eredményei megmaradnának, és ezekbe tovább tudnánk lépni. És nagy tisztelettel átadom a szót miniszterelnök helyettes úrnak. Nagyon szépen köszönöm, nagyon nagy tisztelettel köszöntöm a sajtó igen tisztelt képviselőit. Nekem ez két szempontból is hazai pálya, részint a Vadászati Múzeum, részint pedig Szabó Zsolt barátomnak a fóruma. Ugye egy választási fórumon az ember arra készül, hogy beszél nemzetpolitikáról, beszél családpolitikáról, érinti az európai politika különböző szegmenseit, de van, amikor az élet fölülírja mindezt. Most az ukrán-orosz háború tekintetében nem megkerülhető, hogy nagyon világosan elmondjuk az álláspontunkat ebben a tragikus háborúban. A kiinduló pont az Magyarország számára, a magyar kormány számára, különösen is mindegy keresztény demokrata kormány számára, az Úr Jézusnak az a mondata a hegyi beszédből, hogy boldogok a békesség szerzők, mert ők Isten fiainak hivatnak. Tehát ezért a kiinduló pontunk a béke. És második János Pál pápának az a meglátása, hogy a béke az nem pusztán a háború hiánya, hanem az igazságosságnak a gyümölcse. És itt nekünk magyaroknak rögtön fontos hozzátenni, hogy az igazságosságba természetesen sok minden beletartozik. Beletartozik az, hogy Ukrajnának joga van a nemzetközi jog érvényesüléséhez. Joga van a területi integritásához, joga van a szuverenitásához. De nekünk magyaroknak hozzá kell tenni, hogy a kisebbségeknek, a kárpátaljai magyarságnak joga van a kisebbségi jogokhoz, nyelvi jogokhoz, oktatási jogokhoz, amelyeket egyszer már megszereztek, és amelyekért most még küzdeni kell. Ebben a helyzetben Magyarország tehát mindent megtesz a béke mellett, és a legnagyobb segélyprogramot indította el, ami az ország történetében volt. Nagyjából mindent összevéve 100 000 menekült jött Magyarországra, ezzel Lengyelország után Magyarországra jöttek a legtöbben, természetesen nagyon sok magyar, megjegyzem, ők nem menekültek, hanem ők ide hazajönnek. Különösen, hogy nagy részük magyar állampolgár is, de ugyanígy szeretettel várjuk, barátként várjuk azokat az ukránokat, ruszinokat és mindenkinek, akinek onnan menekülnünk kell, minden nemzetiséget. Sőt, a harmadik ország állampolgárait is, akik jogszerűen tartózkodnak Ukrajnába, Magyarországon barátok várják őket, gondoskodás, szeretetteljes ellátás és a jövőjükről való gondoskodás tekintetében is nyitottak vagyunk. És én csak megköszönni tudom a magyar nemzetnek ezt a példátlan összefogását, ami a menekülteknek a segítésében megnyilvánul. Megjegyzem, ők valóban menekültek, mert egy háború elől menekülnek, nem pedig migránsok. Ugyanakkor fájdalommal, de szólnunk kell arról, hogy az ellenzék, különösen is Márki-Zay Péter nem átalja ezt a helyzetet kihasználni arra, hogy Gyurcsány Ferenc példáját követve a határon túli magyarok ellen úszítsa. Tehát az a mondata, hogy a kárpátaljai magyarok orosz barátok, ez először is ebben a formában nem igaz, honnan tudja ő, de ez tényszerűen nem igaz. A másik, gondolja meg, hogy Ukrajna háborúban áll, mégpedig Oroszországban. Ez a mondat Ukrajnában, hogy a magyarok orosz barátok Kárpátalján, ez már egy lépésre van attól, hogy azzal vádolja őket, hogy kollaboránsok. És ezáltal az életüket veszélyezteti a kárpátaljai magyaroknak. Ezért én arra kérem nagy tisztelettel őt, hogy ne instrumentalizálja a kárpátaljai magyarokat. Ne szavazópolgárként nézze őket, hanem emberként. És ne veszélyeztesse azoknak az életét, akik ott maradnak Kárpátalján, és ne támadja azokat, akik Magyarországra menekülnek.
És csak megjegyzem, hogy sok ezer honfitársunk életét menti meg, aki most golyófolyó lenne valahol, Kelet-Ukrajnában vagy Kijev körül, ha nem volna magyar állampolgársága, és korábban vagy most, nem tudott volna átjönni Magyarországra. Tehát, hogy ezek az emberek megmenekültek, és biztonságban vannak, az annak köszönhető, hogy a Fidesz-KDNP kormány biztosította a magyar állampolgárságot, és ezzel sok-sok ezer kárpátaljai magyar honfitársunk életét mentette meg. A magyar kormány álláspontja, tehát világos, a béke mellett vagyunk. Megjegyzem, a béke helyreállítása mellett a legfontosabb az, hogy ne eszkalálódjon tovább ez a háború. Ezért arra kérjük tisztelettel az ellenzéket, hogy ne tegyen további felelőtlen nyilatkozatokat. Tehát látni kell azt, hogy magyar katona, és ezáltal Magyarország nem sodródhat bele ebbe a háborúba. Beláthatatlan következményei lennének, hogyha például Márki-Zay Péter, aki az ellenzék miniszterelnök jelöltje, magyar katonákat küldene ebbe a háborúba. Ugyanis az a helyzet, hogy akkor bele sodródhatnánk ebbe a háborúba. A másik pedig az, hogy fegyverek sem mehetnek ebbe a háborúba, hiszen ezzel veszélyeztetnénk Magyarországot, és veszélyeztetnénk a kárpátaljai magyarokat. Hangsúlyozom, hogy a NATO és az Európai Unió döntéseit akceptáljuk. Nem akadályozunk meg semmit. De Magyarország, mint Magyarország nem küld katonát, és nem engedi, hogy Magyarországról fegyver menjen, vagy magyar fegyver menjen ebbe a háborúba. És az is nagyon fontos, hogy Magyarország területéről nem indulhat ki támadás másik ország ellen, és ez a felelős magatartás, nem beszélve arról, és ugyan nem ez a legfontosabb, mert az emberi élet a legfontosabb, de Magyarország gazdasági helyzete, jövője energiabiztonságot követel meg. Ebbe beletartozik a Paksi atomerőmű építése és Magyarország biztonságos gázellátása. Ezért tehát mi az Európai Unióval mindenben együttműködünk, de arra a felelős magatartásra kérjük az ellenzéket, hogy a magyar emberek energiaellátását ne veszélyeztesse, és ne tegyenek olyan felelőtlen nyilatkozatokat, aminek beláthatatlan következményei lehetnek. A választásokkal kapcsolatban egyetlen dolgot engedjenek meg, hogy ugye normális körülmények között úgy szokott történni a dolog, hogy az ellenzék mondja mindig magáról azt, hogy ő valami új vízióval, új jövőképpel, új programmal jelentkezik, a kormány pedig azt mondja, hogy kérem, ezt az eredményt értük el. Magyarország kicsit más a helyzet, mert kétségkívül, hogy a kormány joggal mondja, hogy ezt az eredményt elértük, de a helyzet az, hogy az ellenzék nem egy jövőt programot képvisel, nem egy jövő víziót, hanem a múltat képvisel. Hogy mit csinálna az ellenzék, azt pontosan láttuk Bajnai Gordon és Gyurcsány Ferenc országlása idején. Tehát nem arról van szó, hogy valami jövőképet képviselnek, ők a múltat képviselik. A másik pedig az, hogy kik állnak szembe. Van a keresztény nemzeti polgári oldal, és van a saját bevallásuk szerint is kommunistáktól a fasisztákig terjedő konglomerátum. Én megengedő vagyok, és nem használnám Márki-Zay Péter kifejezését, és ezért azt mondanám inkább, hogy reformkommunistáktól reformfasisztákig lévő konglomerátum. De egy dolog biztos, ez a káosz, ez a konglomerátum, ami az ellenzék, az nem a jövőt, hanem a múltat képviseli. És egyetlen dolgot érdemes visszaidézni. Gyurcsány Ferenc kormánya idején, és senki ne felejtse el, hogy Márki-Zay Péternek egy darab képviselője nem lesz a következő parlamentben. Gyurcsány Ferenc fogja eldönteni, hogy mi történjen. Gyurcsány kormány idején a gazdaság visszaesése körülbelül 7% volt, tehát mínusz 7%, most plusz 7%. Akkor 12% volt a munkanélküliség, most az igazság az, hogy inkább munkaerő hiány van. Ők majdnem 1 millió embert tettek munkanélkülivé, mi 1 millió munkahelyet teremtettünk. És nem az történt, hogy a kormány osztogatott, hanem olyan gazdaságpolitikát folytatott, ami lehetővé tette azt, hogy az emberek által megtermelt javakat, azok, akik befizették, azok valamilyen formában visszakapják, azok, akik a legnagyobb terheket viselték. Ezért van az, hogy az átlagjövedelemig a gyerekes családok visszakapják a személyi jövedelemadójukat,
Ezért van az, hogy a pályakezdő 25 év alatti fiatalok SZIA-mentesek, és ezért van az, hogy nyugdíjas polgártársainknak vissza tudtuk adni a 13. havi nyugdíjt. Hogy mindezeket meg tudjuk őrizni. Béke, biztonság és nyugalom legyen. Felelős politika. És Magyarország előre menjen és ne hátra, ahhoz szükséges az, hogy a Fidesz-KDNP szövetség megnyeri a választásokat, és ahhoz szükséges az, hogy itt Szabó Zsolt legyen az országgyűlési képviselő, aki egy életmunkájával bizonyította azt, hogy mit tett ezért a választókerületért. Köszönöm szépen. Bármi. Kérdés? Hogy kell értelmezni a hírét, hogy Magyarország is támogatja Ukrajna Európai Uniós tagsági jelöltségét? Ez nyilván egy politikai gesztus, amit azt gondolom, hogy szükséges megtenni, ez egy jelöltséget jelent. Magyarország mindig is az EU bővítésének a híve volt, és hogy másra mondjak, Szerbiát már réges-régen fel kellett volna venni az Európai Unióba. Meg kell mondanom, hogy ezt a nyugatiak akadályozták meg, és hallani se akartak arról, hogy keletiekkel bővítsék az Európai Uniót. Ennek az oka az volt, hogy noha nekik ez gazdaságilag racionális lett volna, csak pontosan tudták, hogy például LMBTQ ügyben, nemzeti szuverenitás ügyben és egy csomó kérdésben az a föderatív Európa, amit, vagy Európai Egyesült Államok, hogy ők nevezik, amit létre akarnak hozni, az bizony nehezebben megy, hogyha olyan típusú nemzetben gondolkodó, a keresztény kultúrához ragaszkodó országok bekerülnek, mint Szerbia. Ezért, miközben Magyarország mindent megtett Szerbia csatlakozásáért, és mindig is azt mondtuk, hogy ha a Nyugat-Balkán nem tud csatlakozni az Európai Unióhoz, akkor az egész csonka, megjegyzem Magyarországnak nagyon fontos, hogy a déli, ne a Magyarország déli határán legyen az Európai Unió határa, hanem Szerbia határán, és minél inkább bővítsük az Európai Uniót, ezt a nyugatiak akadályozták meg, a brüsszeli bürokraták akadályozták meg. Tehát mi mindig következetesek voltunk, mi mindig is az EU bővítésének a hívei voltunk, és azt gondolom, hogy Szerbia teljesen felkészült az Unióhoz való mostani csatlakozásra, az pedig egy politikai gesztus, hogy Ukrajna felé ezt a szimbolikus lépést megtesszük, amit mi természetesen támogatunk. Csak zárójelben jegyzem meg, hogy Magyarország volt az, aki elsőnek ismerte el Antal József idején a szuverén Ukrajnát, és Orbán Viktor személyesen préselte ki az Európai Unióból azt, hogy a vízummentességet megadják az ukrán polgároknak. Akkor megjegyzem, például éppen a hollandok úgy forták, ahol tudták. Tehát azt gondolom, hogy Magyarország mindent megtett Ukrajnáért, ugyanakkor azt nagyon világosan kell látni, hogy egy dologról nem mondhatunk le, a magyar kisebbség jogainak a biztosítására. Szabó Zsolt országgyűlési képviselő úrnak a kampányának vesz részt, mindjárt kérdeznék képviselő úrtól is, hogy értékeli az itteni politikai helyzetet az ellenzék tekintetében, ahol egy elhíresült személy, az álmentős idézőjelben, álmentős Kóros Lajos indul, és minden megtesz a hiteltelenítéséért a Fidesznek. Nem gondolom, hogy nekem tisztem lenne Kóros Lajos minősíteni, tehát ő azt gondolom, hogy a mértékben elhíresült a kamu videójával, hogy már, hogy mondjuk az se igaz, amit kérdez. A másik, én személy szerint azt gondolom, miután úgy látom, hogy Kóros Lajos rajta van a listán, hogy félig meddig alibiből indul itt, de ennek a mérlegelése nem az én dolgom. Egy dolgot biztosan tudok mondani, mert ismerem Szabó Zsoltot, hogy ezért a választókerületén az életét adja. És önök azt nem tudják elképzelni, hogy amikor itt egy fejlesztésről van szó, például itt ennek a vadászati múzeumnak a fejlesztéséről, hogy ez a jámbor ember, hogy szívta ki az ember minden vércsepét ahhoz, hogy kipréselje, hogy ez is megépüljön, ezt is felújítsuk, ez a pályázat is menjen. Tehát ha valaki kilocsolja a szívevérét a választókerületére, Szabó Zsolt. És nem most, nem egy ciklus óta, hanem ember emlékezet óta. Képviselő úton pont ezt szerettem volna kérdezni, hogy járja a településeket, és ez köztudomásról, hogy fél évente végigjárja a 38 települést. Mi az, ami hivatásával most, amire felhívja a figyelmét a polgároknak? Talán a legfontosabb, hogy minden településen rendszeresen ott vagyok, igyekszem mindenkivel minél jobb kapcsolatot létrehozni, akár polgármesterek, akár pedig itt élő emberek. Számomra egy dolog a fontos,
ez a szülőföld, ez a magyar vidék, ragaszkodunk ehhez a szülőföldhöz, ezen a településeken születtünk, itt nőttünk föl, és tartozunk. Tehát tartozunk azzal, hogy mindent megteszünk azért, hogy ez a régió Hevesnek a nyugati és déli része minél nagyobb mértékben fejlődjön. És a fejlődés kézzelfogható. Amikor a mérleg egyensúlyát nézzük, akkor mindig tudjuk, hogy mit teszünk a mérlegre, ez látható. Az itt élő emberek ezt tudják, nincs olyan terület vagy téma, ahol ne próbáltunk volna előrelépni, és ne haladnánk nagy mértékben. Ezt a folyamatot szeretném továbbra is végezni, végrehajtani, remélem megkapom hozzá a bizalmat. A kitartás, ami az emberben van, az mindig arra kötelezi, hogy törekszik a maximumra, törekszik a tökéletességre, bár tudjuk, hogy soha nem érjük el, de mindent megteszünk ezért. Engem ez motivál, ez vezérel, és szeretnék mindent megtenni azért, hogy egy élhető jó környék legyen. Én ugyanúgy minden gyermek születésért aggódom, mint bármelyik szülő, és ugyanúgy azon drukkolok, hogy a bölcsődéink, óvodáink, iskoláink azok teli legyenek gyerekkel, és minél több munkahely legyen, és ennél fontosabb nincs. Mert akkor itt maradnak a fiatalok, és fejlődik ez a vidék. Ez az ASZ politikán.